Ismét egy színvonalas előadás előkészületei zajlanak a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza berkein belül. Barta Lajos Szerelem című alkotása készült Czajlik József rendező és a Bartók Színház, valamint a Szabadkai Népszínház Magyar Társulata koprodukciója nyomán. Mint arról az olvasópróbát megelőzően Őzáron igazgató beszámolt, az intézményt érintő nehézségek ellenére nagy lelkesedéssel vágtak bele az új színházi évad első bemutatójának előkészületeibe. Mai nappal megkezdi a Bartók Színház a 22-23-as évadának az első produkcióját. Ezt szeptember 23-án mutatjuk be a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatával koprodukálva, Czajlik József rendezésében, és egy, hogy mondjam, mondhatom nagy örömünkre, hogy egy teljesen vegyes csapat jött létre, a Szabadkai Népszínház Magyar Társulata és a Bartók Társulata közösen mutatja be és végzi ezt a munkát. Nagyon vártuk már, ugye Cacát már ismeri a közönségünk, hiszen az Üvegcipőt ő rendezte, de nagyon vártuk már ezt a munkát, és mi is aztán megyünk Szabadkára és játsszuk ezt az előadást. Úgyhogy a nagyszínpadi bemutatónk első próba folyamata elindul a mai nap folyamán, de hát körbevet minket a munka, mert egy ugye mikrofesztivállal zártuk a múlt évadot, és egy ligettel kezdtük és kezdjük, mert ez még a mai napig is tart, úgyhogy ha a 27-28-án is várunk mindenkit szeretettel a ligetbe, mert ott még lesz két előadás. És még ezt az premiért, a szeptember 23-ai premiért megelőzi egy kis premier, így szoktuk mondani, a nyáron Kőszegen elkészült Gritti című előadásunknak is meg lesz a bemutatója. Szeptember első felében erre is várunk mindenkit szeretettel. Nagyon nehéz évad vár ránk, de próbáljuk tartani a tervezetteket. Megmondom őszintén, nyáron több vásárstábot is ültünk. De hát már ebben nagy gyakorlatunk van, hogy újratervezés. Ugye nem kell mondanom energiaárak és egyebek és minden, hogy ez nem csak a lakosság otthonait és egzisztenciáját nem jó szó, hogy fenyeget ide érinti, hanem a színházat is nagy mértékben, úgyhogy a tervezett évadot azért végig fogjuk csinálni. Én nem vagyok egy pánikolós fajta, hanem egy túlélő fajta vagyok, és ezt a színház működésétől is elvárom abból a szempontból, hogy ugyanakkor abban lesz nehéz ez az évad, hogy nagyon meg kell húznunk azért a gatyamadzagot. Közönséget nagy szeretettel várjuk, és a jegyárakon nem emeltünk. Tehát én azt gondolom, hogy ha ilyen nehéz körülmények között ellátogatnak hozzánk, azt mi nagyon megbecsüljük és nagyon megköszönjük, úgyhogy egy fillérre sem emeltük a jegyárakon, nem ott fogjuk behozni ezt a kb. Ötszörösére növekedett villanyszámlát például a jövő évadban. Az igazgató nem pusztán intézményvezetőként, hanem színművészként is közreműködik a darab megszületésében. Ennek apropóján azt mondta, minden évadban vállal egy-egy szerepet, amely egyfajta pihentető élmény számára az intézményvezetői feladatok mellett. Ez nekem mindig egy nehéz kérdés abból a szempontból, hogy igazgatóként, hogyha elér egy szerep, akkor... Tehát ez ugye annak a kérdése, sok igazgatótársammal beszélgetek erről, akik szintén művészemberek, hogy ez hogy is van. Ez embere válogatja, én viszonylag ritkán vállalok, mert szeretem, hogyha a társulatom van rendben, és mindenkinek van munkája. Utána jövök én színészként képbe, vagy kerülök képbe. Itt a Szalait játszom ebben a darabban, a szerelemben, az apukát. Ez persze nyilván mindig hálás szerep, hiszen én magam is két fiú gyermekkel apuka vagyok, de hát a csapat is nagyszerű. Úgyhogy ez egy kicsit arra is jó, megmondom őszintén, és ne értsék félre, de igazgatóként játszani, vagy színészként lenni, és még csak nem is rendezni, csak színészként lenni, az egy kicsit egy ilyen pihenő, hogy mondjam, üzemmód. Nincs akkora felelősség. Kettő, meg nagyon szeretek hátul is lenni, mert munka közben nagyon sok mindent lát az ember, és tapasztal meg, hogy mi, hogy működik, és hogy működik a függöny mögött a színháza, amit ugye igazgat. Úgyhogy ez sok mindenre jó. De azért általában, átlagosan, évadonként egy szerepet szoktam elvállalni, azt viszont nagy örömmel teszem. A darabbal kapcsolatos előkészületekről lehetőségünk volt megkérdezni Czajlik József rendezőt is. Azt mondta, hatalmas munka volt a színházi viszonyoknak megfelelően átalakítani az alkotást. Mindezt úgy, hogy megőrizzék annak eredetiségét. Ezt a színdarabot a Dunaújvárosi Színház felkérésére készítjük el. Engem nagyon megfogott az, hogy két színház együttműködéséről van szó, méghozzá két olyan színház, amiben mindkettőben már dolgoztam, és nagyon jó emlékeim vannak arra a munkafolyamatra visszatekintve, és maga a darab pedig szintén egy olyan klasszikus, ami így a
legismertebb darabok szélén helyezkedik el, és rettenetesen örültem annak, hogy Záronnal, Kerekes Évával dolgozhatok, és egy olyan csapat állhat össze, akik különböző kultúrkörökből érkeznek, és megpróbálják ezt az új nyelvet felmutatni. Én szerintem ez egy nagyon izgalmas felvetés. A darab pedig Gyarmati Kata segítségével szűkült le egy mai viszonyra, mai színházi viszonyokra tekintettel lévén, hiszen ez egy 4 felvonásos darab, ez egy nagy klasszikus, és mi ezt összesűrítettük egy kb. Egy-egy órás, 2 felvonásos darabbá, és itt egy nagy számomra fontos kihívás, hogy azt a költőiséget, meg azt a belső tartalmat, azt ne sértse meg ez a hozzáállás a szöveghez. Úgyhogy izgatottan várom a folytatást. A rendező arról is beszélt, hogy maga a társulat összetétele is emeli az izgalmi faktort, hiszen több számára ismeretlen színésszel és színésznővel alkotják meg a kész előadást. Ha nem tűnik szakbarbárságnak, igazából azt tudom elmondani, hogy a darabnak van egy szellemisége, a darabnak vannak olyan stílusjegyei, amik, hogyha megsérülnek, akkor bomlik egyfajta belső rend, és ezt megtalálni az egy aprólékos munka. Alapvetően arról szól, hogy a Gyarmati Kata dramaturg, adaptátor elindul egy irányban, visszajelzések, visszaolvasások következnek, finomítások következnek, és akkor elkészül egy példány, és mi ezt olvasó példánynak nevezzük itt, ami azt jelenti, hogy ez még nyitott könyv egy bizonyos szempontból, tehát ott vannak olyan érzelmi, tartalmi fókuszok, amik esetleg változhatnak, visszakerülhetnek, eltűnhetnek belőle. Tehát ez egy izgalmas folyamat, ez a belső színpadon kívüli munka része. A tervek szerint Barta Lajos Szerelem című alkotását Czajlik József rendezésében tehát 2022. szeptember 23-án mutatják be a Bartók Kamara Színház és Művészetek Házában. Az intézmény további előadásairól a színház hivatalos oldalán tájékozódhatnak a kultúra kedvelők.